Misztróket szó szerint a középső út, Svédország egyik legfontosabb főútja, keletről nyugatra szeli át az országot Norvégia felé. Jimmy időről időre használja, ez egy fehér út, jeges a téli hónapokban, de egy európai projekt azt célozza, hogy zöld legyen egész évben. Hogyan lehet ezt elérni? Úgy, hogy növelik a töltőpontok számát az elektromos járműveknek minden vasútállomásnál az út mentén. A cél az, hogy fejleszték a vegyes fuvarozást és csökkentsék a széndioxid kibocsátást a személyforgalomban. Amikor utazom, jó dolog, hogy tölthetem az autómat, miközben a városban vagyok. Ez kicsivel többbe kerül annál, mintha otthon tölteném. De nem olyan drága. 29 eurócent kilowattóránként. Mielőtt vonatra szállt, Jimmy megnézte a projekt alkalmazásában, hogy van-e töltőállomás Krökomban. A Láddai Midstroket projekt költségvetése 807.536 euró, melynek 50%-át az Európai Kohéziós Politika finanszírozza. 85 töltőállomás van, azokat több mint 200.000 potenciális felhasználónak tervezték, akik Sundsvall és Storlien között élnek. Az út 358 km hosszú. Svédországban van a legtöbb elektromos jármű az EU-ban. A projekt célja az, hogy minden ember még a ritkán lakott térségekben is használhassa a töltőpontokat. A vonat és a tömegközlekedés jó itt, de néha nehéz elérni az emberúti célját tömegközlekedéssel, úgyhogy szükség lehet autóra. Egyenlő lehetőségeket akarunk adni az embereknek, hogy úgy használják az elektromos kocsijukat, mint bárhol másutt Svédországban, ahol sűrűbb a népesség, mint itt. A töltőpontokat 2021. januárjában kezdték felállítani, és ebben az évben kellene befejezni a munkát. Egy magáncég munkatársai dolgoznak, itt óréban is, amikor az időjárás megengedi. Az idő mellett más kihívásokkal is szembesülnek a projektben. Az ilyen típusú projekteknél az a fő kihívás, hogy össze kell hangolni több párhuzamos folyamatot. Az ingatlan tulajdonosokkal, az áramszolgáltatóval, az utakat kezelő országos közlekedési hatóságokkal, és van egy nemzeti örökségi helyszínünk is, ezt is figyelembe kell venni. Azt szeretnék, hogy a Midstroket legyen a fő közlekedési folyosó regionális és nemzetközi szinten is 2030-ra.